Olimpiai klub. Ötkarikás nyáresték Varholik Zoltánnal, Turák Péterrel és Horváth Ádámmal. Az olimpiai játékok 100. magyar aranyérmét szerezte 1972-ben Münchenben. Mártus királyként érkezett a versenyekre, 24 éves birkózóként. Ezt az 52 évvel ezelőtti diadalt idézzük fel olimpiai klubunkban dr. Hegedűs Csabával. Szép estét kívánok, szervusz Csaba, tisztelettel üdvözöllek Horváth Ádám kollégám nevében is. Hát gyerekkori fogadalmad volt édesanyád felé, hogy olimpiai bajnok leszel. Én 8 éves koromban, miután lebonyolódott Magyarországon az 56-os események, és édesapám a Toldi Miklós sporttanárképző Ludovikát végezte, és mikor bejöttek az oroszok, akkor egy este apukám behozta a biciklét a konyhánkba, megfordította, megolajozta a láncot, és elhaló hangon mondta, hogy el kell mennem, mert ha bevisznek az ávóra, akkor abból a szobából senki nem jön ki élve, és egy családnak élő apára van szüksége. Én ott sírtam az asztal alatt 8 évesen, és ő vívómester volt, és előttem egy évvel elkezdett engem tanítani vívni, és hát ugye hát megszűnt, hiszen vívómesterek nem nagyon ugráltak, meg szaladgáltak Magyarországon. Ez ugye 56 Sárvár Vas megye, és a testvéremmel, Miklós bátyámmal sokat a utcára néző ablaknál könyököltünk, és a mellettünk lévő Nádasdy gimnáziumba jártak a birkózók. És hát a Miklós az 21 hónappal idősebb volt, mint én, de nagyon tetszett nekünk az ablakunk alatt elmenő edzésre haladó birkózók, akik vastag nyakuk volt, önbizalmat sugárzott, erős emberek voltak, és mindig elmentünk, és szuterénben volt a tornaterem, és ott erősítettük egymást a Miklósra, hogy na menjünk be, Csabi, te menjél előre, és a többi. És ott elkezdtünk birkózni, lementünk, és hát soha nem felejtem, én még a hídba gyakorlás, még a parketton tanultam meg, örökké le volt horzsolva a homlokom anyukám, de kisfiam, hát mit csináltatok? Anyukám a legszebb sportot választottuk, és akkor jöttem ki a teremből, nem ritkán este sötétedésben, és mintha gyerek, aki álmodik, hát milyen a gyereknek a jövőbe látni, elképzelni az ismeretlen, és mindig amikivel kiválasztottunk egy csillagot, és akkor arra gondoltunk, de jó lenne ennek a világnak a bajnokának lenni. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember arra vágyjon, hogy olimpia bajnok legyen, legalább világbajnoknak, legalább világcsúcs tartónak, vagy a közeli eredményt elérőnek kell lenni. És akkor én azt gondoltam, ahol az égból találkozik a földdel, Sárvár és környékén, az a világ. Hát fogalmam sincs, nem volt internet, nem volt mobiltelefon, nem volt tévé, nem volt semmi. És hát lassan-lassan az ember lépegetve a kitűzött célja felé, serdülő magyar bajnokság, ifjúsági magyar bajnokság, junior magyar bajnokság, felnőtt magyar bajnokság, és egyszer csak ott voltam a világnak a bajnokságán, és egy érdekes szituáció volt, a harmadik tus győzelmemet arattam, amikor éjjel 1:45-kor a testvérem, akivel egy szobába laktunk, ő 6. lett ezen a VB-n, megkérdezte, hogy Csabi, alszol? Hát én nem szoktam aludni a világversenyek közepette, hiszen mérhetetlen koncentrációra van szükség, hiszen a világ jön veled szembe, amit Sárváron álmodtam. És azt kérdezte, hogy Csabi, és mit telefonálunk apukánknak? Hát fiúknak a példaképe nekünk apánk volt. És gondolkodtam ott a sötétbe, mondom, Mikloskám, az, hogy te benne leszel az első hatba, én meg összeverek mindenkit, engem nem állít meg itt senki. És akkor a Miklós éjjel fölkelt, odajött a
ágyamhoz, hát a matrasz le volt téve a földre, és azon aludtunk, és akkor zokóval kérdezte, hogy öcsiként, te tényleg? És akkor már én is zokóval ott voltam, és azt mondtam, mondom, Miki, engem senki nem állít meg, én világbajnoka leszek. Mi volt az a pont, amikor tudatosult először ez, hogy ez az gyerekkori álom gyakorlatilag elérhető távolságban van? Szoktam volt mondani már kellő tapasztalattal, hiszen edzőként is, vezetőként is végigjártam a világ legnagyobb elvárásait, és teljesítettem, hogy nagyon nehéz arról beszélni 50-es pulzussal, hogy a világbajnokságán az ember képes egy ilyen pici országból. Én amikor a jogi egyetemen felvételiztem, vagy az életemben nagyon kiemelkedő helyzetben voltam, akkor mindig fölnéztem, és a Jóistennek azt mondta, hogy a Jóistenem segíts, te Csaba, te Sárvárról itt vagy, ebből a kis községből, ahonnét én elindultam, ahonnét az ember tehát olyan célt tett maga elé, amit igazán fel se fogott. És 45 ezeren néznek a szófiai lelátón. És amikor kimentem a döntő mérkőzésre, az előző két év világbajnoka ellen, a szovjet Nazarenko ellen, akkor a 45 ezer ember a Levszki stadionba verte a lábával a betont, és kiabálta, hogy hegedustus, hegedustus, hiszen a hét mérkőzésem mindenki tussanat. És nekem a fejemben meg se fordult, hogy én elveszthetem ezt a mérkőzést, mert egy olyan önhipnózis állapotába voltam, annyira kizártam a világot, és csak erre koncentráltam, hogy hát az a 24 év, ami ezt megelőzte, bocsánat, 23, ami ezt megelőzte, annak minden pillanata, minden edzésen, minden mozdulatával alátámasztottam, hogy erre képes legyek, hiszen normális körülmények között az ember erre nem képes. És amikor betusoltam a Nazarenkót, és én tudtam, hogy már lefújta a bíró a tust, a kökszál, a török bíró, de olyan jó volt ezt kiélvezni, és csak gyűrtem be a szőnyeg alá, és a kökszál már a mezemet rángatta, mert azt hitte, hogy nem hallottam a sipot, de hallottam a sipot, de még egy másodperc, még egy ezred másodperc, hát az életem legcsodálatosabb érzését éltem át. Ráadásul születésnapodon maga hát a döntő. Ez az élet ajándéka, hogy 5-én és szeptember 6-án születtem, volt ez az esemény, és talán mivel itt vagyok egy rádióban, hadd mondjam el, hogy jött a Szegő Bandi, hogy a Novotny Zoli a rádióval fönt a tetőn kapcsolatban van Budapesttel, és szeretné, ha fölmennék és adnék egy riportot. Na most, hát a nézőközönségen fölmenni, akik előtte úgy indított, hogy hegedüstus, hát elég nehéz volt, sokszor a kezem már 4 méterre ki volt húzva, mert mindenki hozzám akart érni, és akkor fölérkeztem a Zolihoz, és akkor mondja, hogy kedves magyar rádió hallgatók, itt közeledik hozzám Mr. Tus, a Csaba a világbajnok. Hát mit érzel első világbajnokságot megnyerésekor? Hát ugye elég magasra kellett menni, meg hát előtte itt lihegve, hogy nagyon boldog vagyok, üzenem mindenkinek, hogy megnyertem. Hát igaz, ez a közvetítésből kiderült, de mégis mit üzensz haza édesanyádnak, barát? Üzenem, hogy megnyertem. Tehát egy ilyen furcsa, érdekes szituációban voltam. És akkor azt mondtam magamban, hogy na, most jöhet az olimpia.
az olimpia, amelyre te sérülten érkeztél, tehát testi, és aztán az olimpián pedig fizikai sérülések és nehézségek is értek téged, eleve már egy sérült állapotban érkezel, és egy nagy tehertétellel, mert mindenki olimpiai aranyat vár egy ilyen világbajnokság után, ahol két vára fekteted a világot, és ezt a Mr. Tust már rád illetik. Szóval ez azért egy jelentős batyú, amivel érkezel, plusz egy sérülés az olimpiára. Hát a világbajnokságon azt gondolom, hogy azért voltam ilyen fantasztikus állapotban, mert előtte egy sérülésem volt, és két hetet ki kellett hagynom, és fantasztikus munka volt bennem, és ezért voltam, hát ezért történt az, hogy mindenki tussal tudtam tenni, mert egyszerűen nem volt lehetetlen. És amikor készültem az olimpiára, akkor átformálódott belőlem az egész életfelfogásom. Akkor én már abban az évben, 72-ben, illetve 71 végén, akkor én már nem azt mondtam, hogy szeretnék olimpia bajnok lenni, hanem magától értetődő, hogy akartam olimpia bajnok lenni. Egyszer a szoba, mindig együtt voltunk a testvéremmel, a Maroti Pistivel, meg a Urbanovics Mikivel egy szobába, és jöttünk a István Mezei úton az edzőteremből, és valamelyik föl, na mi lesz az olimpián? Hát ugye örökké erről álmodtunk, haltunk meg nap mint nap a edzése. És akkor elkezdte a testvérem, de jó lenne az első hat között, mert az volt a elfogadott, hogy az első hat közé kerül. És akkor Urbanovics Miki is, meg a Marót is, igen, jaj Miki, igazad van, de jó lenne az első hat között. És én a szélén, az utca felé voltam, és így gondolkodtam, mondom, az első hat között, hát ezért halunk meg minden nap, mert akkor már mindenkit magam mellé tettem, és akkor edzés után mentünk másfél órás minden edzésen másfél órás plusz munkára, és mondom, ezért halunk meg, és akkor úgy egyszerre fordultak, hogy és te Csaba, és akkor úgy merengtem magam el, és mondom, rájuk néztem, és azt mondtam, én olimpia bajnok leszek. És soha nem felejtem, a Maróti Pisti azt mondja, jaj Csabi, ilyet ne mondjál, mert meghallják, milyen nagyképűnek. És akkor mondom neki, te, hát technikai tussal vertem mindenkit. A világbajnokság 23 évesen engem választottak a legnagyobb világbajnoknak. Az évben a világ birkózója voltam. Hát mire halok meg nap mint nap? Hát arra, hogy olimpia bajnok leszek. De amikor kikerültem az olimpiára, ugye előtte egy izomszakadást kaptam, itt ez súlyos sérülés volt, Csehországba birkoztam, és nagyon hideg volt a teremben, és az amerikaiaknak a szállása az a miénk mögött volt, és naponta úgy alakult, hogy 4-szer, 5-szer, 6-szor találkoztam a Marsh Spitzel. És amikor jöttem és találkoztunk, akkor ez az akarok olimpia bajnok lenni, az leszek, és itt minden egyes alkalommal megint fölnéztem a Jóisten, és azt mondta, Csaba, te Sárvárról. És amikor elhagytam, akkor megint megráztam magam, összeszedtem, igen, az leszek, legyőzöm a világot. De egy érdekes szituáció, hogy másfél éve hallgatom a rádiót, és mi történik? A Marsh Spitz riportot ad. És ugyanazok a gondolatokat mondta el, mint nekem akkor ott Münchenben, amikor nap mint nap találkoztam vele, a hezitálás, a megbicsaklás, a hitem, nem hitem, akarom, szeretném, és fantasztikus volt, mondom, hát ilyen nincs, hát én ugyanebbe az önhipnózis érdekes világban voltam. Hát a végén azért. Igen. Miben,
Miben volt más, mert egyébként viszonylag hasonló gondolatok alakultak ki a világbajnokság előtt, meg az olimpia előtt is, és most még eltekintve attól, hogy ez majd később a magyar olimpiai aranyérmek történetének a 100. aranya, de hogy egyébként azért tapasztalható sokszor, hogy nagyon sok sportágban vannak a világbajnokságok, de hogy az olimpia egy ilyen teljesen más szellem. Ez itt is igaz volt? Tehát, hogy az hogy olimpiai bajnoknak lenni, az egy még nagyobb dolog volt Sárvárról, mint mondjuk a világbajnokságon mindenki tussal verni. Ebben az évben már milyen kihegyezett állapotban van a társadalom, a világ, a sportszerető emberek, hogy arról ne beszéljünk, hogy milyen kvalifikációs versenyeken keresztül, milyen edzőtáborokban, milyen munka előzi meg. Tehát szakmailag egy-egy sportágat kiragadva nem hiszem, hogy különbség van az olimpia és a világbajnokság, hiszen a világnak a bajnoksága az gyakorlatilag egy megszült rendszeren keresztül, hiszen korlátozni kell a létszámot, ezért egy nagyon komoly kvalifikációs, vagy magyarán gyenge ellenfelet nem lehet várni, az erősebbtől az erősebb jön az emberrel szembe. Én is a világ első 5 helyezettjével birkoztam. De olyan sajtó nyomás van az emberen, olyan érdeklődési invázió, hogy nem tudsz bemenni a boltba, hogy meg ne kérdezzék nyilvánvaló, hogy a közösségedben, hogy na mi lesz az olimpia, tehát örökké még álmaidban, mert álmodsz a vágyadról, tehát nem hagy nyugodtan, és egy olyan idegi leterhelés van, hogy legalább annyit foglalkozik az ember a mikrofonnal, mint az edzéssel, hogy ezt elviselni. Hát erre a legeklatánsabb példa Polyák Imre a sportágamban, aki 3 olimpián, ahol biztosan ő volt a rangsor elsője, és ő neki kellett nyerni, ezüstérmes volt, és a 4. olimpián tudta a Rurro ellen, a szovjet Rurro ellen megszerezni az olimpia aranyérmet. Legeklatánsabb példa. Tehát az olimpia az ettől nehezebb, idegileg, szellemileg, olyan leterheltségben van a felkészülés kapcsán az ember, hát és az elvárásra ugye ne is beszéljünk, mert hát ott a dobogon, amikor a babérkoszorút az ember fejére teszik, ott én legalábbis úgy voltam vele, hogy nem tudtam, hogy fiú vagyok, vagy lány, de tudtam, hogy egy magyar ember vagyok, aki képviseli ezt a nemzetet. Maradjunk még itt az olimpiai falunál, tehát az az önhipnózis, amivel te készülsz egy olimpiai döntőre, és egy olimpiai verseny szakaszra, és a fináléra magára, ez mennyiben zavarja az, hogy vannak váratlan látogatók is, mint például betoppan édesapátok Kolumbiából, akit 9 éves korotokban láttál te magad is, és az nem zavarja meg a felkészülést, a rákészülést, a koncentrációt, tehát, hogy egy családi szál szökik be az olimpiai faluba. Ma már, hogy 11 évig voltam szövetségi kapitány, és hát jó pár, 84 olimpiai, Európa is világ éremet szerzett a csapatom, tehát másfajta rálátásom is van, és 2 olimpiának is voltam az igazgatója, tehát más rálátásom is van erre a dologra. Ezt nem, nincs ékes szólásom, hogy ezt a plusz nehézséget megfogalmazzam. Mert most már ezt lezárják, kizárják, most már olyan zárt az olimpiai falu rendszere, és aztán beszélünk 72 müncheni tragédiájáról, hogy az volt talán az utolsó olyan olimpia, amikor még úgy kibe lehetett járni, közlekedni, még akár a családtagoknak is. Te is részt vettél az olimpián? Nem, mert csak pontosan látod, hát igazad van. Igen. Ez így van. Mondjuk nem gondolnám, hogy azt követőleg is, hiszen 1-2 olimpián részt vettem,
hogy ne engednének be egy ilyen szituációba, de minden esetre, amikor fent voltunk és vártuk a eseményt, hogy mikor megyünk ki a sportcsarnokba, akkor följött a Maroti Pista barátom, és mondja, hogy Csabi, Miki, egy úriember vár lent a portán. Hát nem porta volt, hanem a lenti részt. És egyből fölkaptuk a melegítőt, és lementünk, és hát a én édesapám, aki Ludovikás volt, nyaksállal begombolva, tehát a tipikus apukám elhúzva a zakóját, és az egyik keze a zsebében is ott állt a maga fantasztikus egyéniségével. Hát nyilvánvaló, hogy Mikivel együtt mindketten, meg ő is sírva borultunk egymást, hiszen 8 évesek voltunk, amikor elment, és nem láttuk, és Bogotában, illetve Cartagenában a Tengerészi Akadémiának volt a professzora. Hát kegyetlen terhelés volt, lelki terhelés, és hát közben meg jött a Nazarenko, a világbajnoki döntővel kezdtem az olimpián, és másnap délután, a verseny után mondtam a bátyámnak, a Miklósnak, hogy Mikloskám, este vedd le a terhet a vállamról, nem tudok apával foglalkozni, mert 2,5 kilót le kell fogynom, készülnöm kell a hónapi mérkőzésre, hiszen a világbajnokság harmadik helyezettjével, a bulgárral jöttem, és a testvérem természetesen megértette. Talán egy pillanatot visszanéznék, mert ahogy kimentünk Münchenbe, az első edzést a testvéremmel birkoztam. És hát ő is szaltós volt, én is szaltós voltam, és a Miklós egy csúcscsoporttal lejjebb volt, és hát most minden szerénytelenség nélkül, de akkor én nagyon jó birkózó voltam. Tehát eljutottam arra a művészi szintre, amit a sportágomban el lehet érni, és le akart szaltozni, mondom, nagyon jól csinálta a szaltót, és én mellé léptem és leraktam, és még mielőtt a földre ért volna, még ott bele akart vágni, és a kupája, pontosabban a fejének hátsó része belecsapódott a birkozó szőnyegbe, és visszapattant, és én, ahogy megfogtam, beleestem az állába. És így végigrepett, tulajdonképpen így a fogaira be lehetett látni, hát borzasztó volt, egy ilyen 8 centis seb keletkezett, és hát ez gyakorlatilag a Mikinek megpecsételte az olimpiai dolgot, és akkor mind a ketten sírtunk, és akkor fogtam a kezét, és a hordágyon vitték be a orvosi rendelőbe, és az orvosi rendelőbe azt mondja nekem, hogy Csabi, gyere ide, fogd meg mind a két kezemet, és akkor onnit ugye csomó vérrel az arcán, azt mondta, te Csabi, de jó, hogy nem veled történt, mert így olimpiai bajnok leszel. Hát ezek mind olyan lépések, és mind olyan oszlopok és tartást adó szituációk, amitől már nem is lepődtem meg, hogy a következő nap a Bogotába élő nővérem is megjelent ezen az olimpián, azzal is kellett foglalkozni. Magyarán azt gondolom, hogy igazán tisztán nem lehet egy eseményre fölkészülni. Az élet folyik, és a éppen adott nehézségeket az embernek képesnek kell lenni túlélni. Mint például a döntőben a Nenadicsal, akivel előtte már egy évvel birkoztam, és tussal vertem a saját hazájába, és így csak 5-4-re tudtam legyőzni, és mentem föl a szőnyegre,
És mit látok? Hogy a Milan Ercegán, aki jugoszláv volt, aki az ő országában volt, a mellén összekulcsolt kézzel ott állt a zsűri asztal, a fő zsűri asztal mellett. És akkor fölmentem, ránéztem, és akkor magamban csak annyit mondtam, ezek szerint nem csak a Nedadicsot kell megvernem. Mondod, hogy az élet folyik, meg túlélni. Hát szó szerint a túlélésre zajlott ott az élet Münchenben. Izraeli sportolókat mészároltak le, terrormerénylet történt, és éppen a mérlegelésed napján értesültél arról, hogy egy nap halasztás, de szóba került az is, hogy esetleg az olimpiát teljes egészében nem csak, hogy felfüggesztik, de hogy elhagyják a további versenyszámokat itt a tragédia és a terrortámadás után. Milyen volt a légkör? Megfogalmazhatatlan. Reggel 4 órakor mentem mérlegelni, mert az éjjel, vagy hajnalban volt a mérlegelésem, és már amikor mentem reggel 4 órakor, akkor ilyen rendezők világos kék ruhában a falaknál voltak el, és nem tudtam, hogy miről szól a történet. És miután jöttem vissza, már nem lehetett bemenni a mi szállásunkra, mert a szállásunk 8 méterre a szembe volt az izraeli szállás. És az előző év világbajnokságon egy magyar izraeli zsidó barátunk birkózó volt a pontozó bíró a világbajnokságomon a döntőben Mr. Kovács. És 1:45 kopogtak az izraeli ajtaján, és ez a Kovács kelt föl, ez egy 140 kilós nagy darab erős birkozó. És ahogy kinyitotta az ajtót, látta, hogy szalmakalapba arcokat eltakarva ott vannak ezek a terroristák, és rájuk csapta az ajtót, hát egy 140-145 kilós ember, és ott ajtón keresztül egy sorozattal megölték szerencsétlent. Másnap, miután elmentek a helységből, akkor a testvéremmel fölmentünk, megnéztük, és egy koszorút helyeztünk ki egy gyertyával a izraeli hely mellett. És mikor jöttem vissza, akkor már nem tudtam bemenni a szállásunkra, mert ott alattunk volt a rendőrségnek a központját. Ez természetesen egy fogyasztó embert nincs az az erő, ami megfogja, és én ott szétlögtem a biztonságokat, és beszaladtam a szállás, és igazán akkor tudtam meg, hogy mi történt. Kinéztem az ablakon, a szalmakalapba, a kézigránátot ott dobálták a tetőn, az erkélyen, az ablakba. Tehát egy borzasztó, igazán az ember föl se fogta. És ugye a délelőtt az első súlycsoport lement, és akkor megakadt az olimpia. Mm-hmm. És ugye Brandisnak volt az olimpia stadionban egy beszéd, és az úgy fejezte be, és az olimpiának folytatódnia kell, mert addig ott a legnehezebb ellenfelemre készültem, a Nazarenkóra délután, és a délutáni mérkőzés elmaradt, és még egy éjszakát rá kellett tenni, hogy ezerszer kikaptam tőle elméletbe, de ezer egyszer győztem, és hát azt egy barátom, akitől átvettem a válogatottságot, rá egy 10 évre találkoztam, és azt mondta, hogy nekem akkor lettél igazi bajnok, amikor még egy éjszakát kellett ez a élete legnehezebb mérkőzésre, és igaza volt. Dupla önhipnózis. Hát ez talán felfoghatatlan. Hát és kiiktatni mindazt, ami körülötted zajlott. És végig... Hát meg az egész olimpia körül, tehát minden. Persze, tehát ugye, ahogy előbb mondtam, hogy ezerszer elvesztettem ezt a mérkőzést, de ezer egyszerre megnyertem, és
soha nem felejtem el, amikor jött a Nándi bácsi az edzőm, és mondja, hogy a Mikinek ez a sorsrás, ennek, annak, annak, de mondom, Nándi, nekem mi a sors? Hát te csak a Nazarenkóval jössz, de az nem érdekes. És akkor mondtam neki, hogy délelőtt senki ne zavarjon, ne jöjjön be ide, és elkezdtem gondolkodni a családunkról, a szüleinkről, édesanyámról, a testvéremről, és azt mondtam, és egyszerre két lábbal szálltam ki az ágyba, és azt mondtam, te Nazarenkó, te engem nem tudsz legyőzni, mert nem tudod mindazt a szeretetet, azt az érzés, azt a drukkolás, és azt a hazaszeretetet legyőzni, ami van bennem, amivel tartozom az édesanyámnak, a barátaimnak, mindenkinek. És mikor kiszálltam az ágyból, akkor valami hihetetlen nyugalom szállt meg, és tudtam, hogy megverem. Tudtam, hogy te nagy 270 millió Szovjetunió? Nem, én magyar vagyok. Óriási élmény és óriási katarzis volt ez a győzelmed, de hát ez a családi életedet is olyannyira meghatározta, hogy a középső gyermekedet, lányodat olimpiának kereszteltétek. Szóval, hogy ez mindenképpen életed legmeghatározóbb versenye volt. Hát presztízsben is ugye az olimpiai arany jelenti a legtöbbet. Ez nem is verseny. Ez azt gondolom, hogy annál sokkal több. Egy legenda megalapozása. Én szoktam volt mondani a versenyzőimnek, hogy egy olimpiai aranyéremmel az ember kap egy láthatatlan kulcsot a nyakába, és egy életen keresztül hordozza, és ez a kulcs minden szárat kinyit. És amikor fiatalok voltunk, akkor már Szombathelyen éltem, ma is megvannak a barátaim, és nem ritkán jó egzisztenciális háttérrel rendelkező lányok szüleinél ilyen ötorai teák voltak, és ugye este 8 órakor fiatal 16-17 éves emberek, jött a villanyoltás, és én mindig a villanyoltást mondom, várjatok még, mondom, akkor elbúcsúzom, sziasztok, te Csabi, hát te normális vagy, hát most oltjuk le a villanyt, és mondom, hétvégén versenyem van, edzésre kell holnap menni, és azt mondják, nem vagy normális. Snit, aztán mind egyetemre járt, akkor már fönn voltam Budapesten, akkor már világbajnok voltam, volt lakásom, és hát mindegyik elég sűrűn lakott nálam, és reggel, amikor elmentem edzésre, akkor mindig adtam egy 100-ast nekik, hogy majd este, amikor befejeztem, jövök, addig is egyetek, ígyatok, és mindig azt mondták, hogy de Csaba, neked milyen könnyű. Te egyik minisztert, másik minisztert, te mindent el tudsz intézni, mert csak fölhívod és téged fogadnak. És mondom, amikor ott az ötorai teán én 8 óra előtt elmentem, akkor mit mondtatok, hogy hülye vagyok, nem? Meg amikor elmentünk Kőszegre csajozni, és minden egyes alkalom a kulacs étterembe bementünk, 11.60 volt egy rántott máj, egy saláta és egy bambi, és azt négy felé vágtuk, és akkor mondtam, hogy köszönöm, egyétek meg az én részemet, és azt mondtam, nem vagy normális, de mondom, a hétvégén forma. Fogyasztanom igen. Kell, és edzése kell, és akkor az orrom előtt ott a párolgó rántott májat ott húzogatták, és azt mondták, hogy tudod megállni? Hát a világot legyőzni, mindent félre kell tenni. Csaba, nem csak sikertörténetről beszélhetünk a te esetedben, de arról is, hogy a töréspontok után hogyan lehet újrakezdeni, fölvenni ismét a ritmust. Tehát az olimpiai győzelmed után egy nagyon csúnya baleset ott a Tétényi úton, amikor élet és halál között lebegtél, és utána még két európai bajnoki cím még összejött, 1976 és 77,
És nem is beszélve arról, hogy aztán utána sportvezetőként, szövetségi kapitányként, az önhipnózisodat alkalmazva, ezt a hipnózist mások felé is tudtad sugározni, tehát olyan olimpiai aranyérmek mellett voltál jelen szövetségi kapitányként, mint Kocsis Ferenc, Növényi Norbert, Sike András aranyérmeinél, vagy amikor létrehoztad az iskoládat, a Mr. Tus iskolát, akkor onnan is azért kijött egy Lőrinc Tamás olimpiai bajnokunk. Többek között 2021-ben. Világéletemben egy alkotó ember voltam, én már a utánpótlásban minden edzés után elemeztem a dolgokat, és engem a birkózásnak a mély bugyraiban lévő dolgok érdekelnek, és hát akkor ilyen több mint 200 olyan technikai elem volt, amit én fejlesztettem ki, és hát azt követőleg nagyon sokszor hívtak Japánba előadásokat tartani, és jól esett, mert azt gondolom, és világéletemben, amikor kineveztek szövetségi kapitánynak, akkor hát a 40 napig minden éjjel a felkészülésemet újra és újra csináltam, és a 40-ből a 41-edikben ott volt az eszencia, és minden nap végig gondoltam a munkámat, és valami korrekciót beletettem, mert kívülről ismertem a versenyzőimet, bementem a moszkvai olimpia előtt, meg San Diego előtt, ahol 4 világbajnok aranyérmére jöttünk, és minden mozdulatukat ismertem, mert bementem, és birkóztam, és ott voltam, és gondolkodtam, és hazavittem a fejemben mindazt a tapasztalatot, ami az edzése. Azt gondolom, hogy élni csak így érdemes. És teljesíteni pedig magától értetődő, hogy csak világszínvonalon lehet. Hogy látod ezt a mostani párizsi olimpiát, hogyha ennyire jól látod a birkózók és a fiatalok gondolatai, tekinteteit, a versenyhez való hozzáállásukat, milyen esélyeink lesznek? A feleségemmel, aki színésznél volt, a Sinkovics Imre lánya, és amikor még... Sinkovics Marian. Marcsika. Imre élt, hát fantasztikus vasárnapi ebédeket követőleg fantasztikusan kielemeztük a színészvilágot, a sportolóvilágot, illetve az életet, és nagyon komoly társam volt és barátom volt, amikor ott feküdtem a halálos ágyon a traumatológiába, akkor minden csütörtökön bejöttek a anyósommal, a Katikával, és hoztak egy sárga virágot, és nem beszéltünk, mert nem voltam olyan állapotban, de ott voltak egy pár percig velem, és amikor kijöttem a kórházból, akkor egy ilyen sötét alagútból láttam az utcán a fényt a üvegajtón keresztül, és akkor oda mentem a portás nénéhez, és kértem, hogy engedje meg egy telefont, és akkor fölhívtam őket, és épp az Imre vette föl, és akkor azt mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy fogtátok a kezemet, és kivezettetek a sötétségből a fényre. Hálás vagyok, és remélem, hogy nem szakad meg a barátságunk és a kötődésünk, és hát így ezen keresztül kaptam egy csodálatos hölgyet, a feleségemet, és a többek között az olimpia nevű lányomat, aki sajnos 39 éves korában a Covid elvitt. Milyennek látod most az esélyeket, a lehetőségeket, a hazai birkózóink hol tartanak? Örökös tagja vagyok a Nemzetközi Birkózószövetség elnökségének, ebből eredendően én alanyi jogon ott lehetnék az olimpián, de én már annyin voltam, 11 olimpián voltam, hogy inkább itthon a feleségemmel, vagy fölmegyek a vadászházamba, és éjjel-nappal nézem az olimpiát, mert ott, ha az ember ott van, akkor nagyon csak szelektíve tudja őt követni. Nem lesz egy egyszerű olimpia. Először is furcsa lesz a megnyitó, ami egy olimpia hangulatát meghatározó esemény,
Kérdés, hogy hol? A Szajna partján, vagy hát mit tesz lehetővé az áradás? Ugye, jelen pillanatban nem a Szajna partján, hanem a Szajnában tervezik ezt az eseményt. Azt gondolom, hogy a mai körülményeket figyelembe véve itt a Trumpnak a sajnálatos merénylet kísérletét figyelembe véve, Franciaország nem éppen egy nyugodt hely, Én nagyon drukkolok, hogy ne történjen semmi olyan esemény, mint Münchenben a Fekete Szeptember terror szervezet. És hát azt gondolom, hogy ha végignéztük a kvalifikációkat, követjük a tendenciát a világsportjában, csak épp most a különböző versenyeken, ahol most Londonban lesz az utolsó atlétikai Grand Prix, és milyen teljesítmények, és milyen világcsúcsok születnek, hát fantasztikus teljesítmény. Tehát azt gondolom, hogy mindenki, aki a pástra lép, most, hogy ez atlétika pálya, vagy éppen a vizes medence, annak elképzelhetetlenül nagy teljesítményt kell nyújtania. Dr. Hegedűs Csaba, 1972 müncheni olimpiai bajnoka, illetve világ és kétszeres Európa bajnok, mesteredző, egykori szövetségi kapitány és birkózó szövetségi elnök, oly sok minden titulusodban. Hát, nagyon szépen köszönjük ezt a mostani beszélgetést, hogy az olimpiai klubunk vendége voltál, és valóban egy hét múlva, pontosan mához egy hét múlva elkezdődik egy 16, remélhetőleg fantasztikus napunk, úgyhogy sok sikert! Mindenkinek szép tévénézést, sport eseményt rögzítő tévé előtti ülést kívánok. Köszönöm szépen!